Sziasztok, Gyurta Dániel vagyok, és nézzetek is az NSO TV-t. Június 22-én Balatonfüreden és minden megyeszékhelyen megrendezésre kerül a Magyar Úszás Napja. A nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenye mellett, mely távon londoni olimpiai bajnokunk Krisztóf Éva is indul, a vállalkozó kedvűek az úszófesztivál keretein belül együtt úszhatnak olyan legendákkal, mint például Darnyi Tamás. Elsősorban az úszás szeretetét segíti elő, hogyha mindenki aktívan részt vesz, és együtt úszhat a bajnokokkal. Darnyi Tamás már bejelentkezett, ő úszik, Kásár Zoltán úszik, de úszik az angol nagykövet, számos közéleti ember, tehát az egyik motto, és talán az nagy igazság, hogy a víz mindenkinek nyakigér, tehát ott nincsenek mobilitások, ki a gyorsabb, ki az állóképesebb, tehát innen látszik majd mindenki. Az eltökéltebbek akár egy 2,5 kilométeres távnak is nekivághatnak, de minden megyeszékhelyen egyszerre rendezik meg az Úsz egy Host elnevezési programot is. Elsőre egy picit rémisztőnek tűnhet, de lehet, hogy ez csak nekem, mert én nem szeretek már nagyon sokat egybe hosszan úszni, inkább a rövidebb távokat szeretem, de az emberek nagyon szeretnek egyébként sportolni, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek. Remélem, hogy az idő is nagyon jó lesz, a víz is nagyon kellemes lesz, és hát én kívánom mindenkinek azt, hogy aki elindul ezen a távon, az elégedetten jöjjön ki majd a Balatonból. Mindig az legnehezebb az első hossz. Tehát aki már egy hossz leúszott, az egy életen át szerintem boldogan fog úszni, azt a félelmetet legyűrni. A barcelonai úszóvilágbajnokság nyitónapján, azaz pontosan egy hónap múlva, az is napvilágot lát majd, hogy Magyarország megrendezheti-e a 2021-es VB-t, és eldől, hogy a pályázatban szereplő új fedett úszókomplexumunk megépül-e, vagy sem. Ha nincs VB siker, pályázati siker, akkor aligha lesz úszoda. Tehát ezt már 2006-ban tapasztaltuk, amikor felépült a Széchenyi Tamás medence a szigeten, meg a műugró torony, hogy határidőre, akkor is volt árvíz, a borzalmas, miket éltünk át, de határidő elkészült, milyen ország vagyunk. Tehát ez most nem kritika, ez egy ténymegállapítás. Na most, ha lesz VB, akkor lesz úszoda, az nem kétséges, ha lesz ifjúsági VB is, mert ugye 21-ben lenne a felnőtt VB, 17-re pályázunk az ifi VB-re is, akkor 17-re vagy 16 végére kész az úszoda, ez 1000%.